Emellett az Amerikai Egyesült Államok nyugati része tulajdonképpen lángokban áll, amint azt ez a térkép mutatja, ez ugye a vadvilágban előforduló aktív tüzeket mutatja. Tulajdonképpen az egész nyugati fele az Amerikai Egyesült Államoknak lángokban áll. Kaliforniában 19 ilyen tűz ég jelenleg. Vasárnap kezdődött, 650 hektár égett le eddig, és 200 darab épületet fenyeget a veszély. Emellett egy másik tűz 9 négyzetmérföldön fenyegette a lakosságot, és ezért három várost evakuálni kellett, a szeptember 4-i hír. 19 ilyen tűzzel küzdenek a tűzoltók, és 6000 ember dolgozik ezen. Egy másik tűz, ami augusztus 29-én kezdődött, 4000 hektárt pusztított el eddig, 39 lakást, és nagyjából az 56%-át sikerült, egy kicsivel több mint a felét sikerült eddig ellenőrzés alá vonni. Máshol a Salmon August Complex tűz, ez Oregon határában 49 ezer hektár területet pusztított el. A Helena, ami Trinity megyében található, 7400 hektárt pusztított el, 72 lakást. Van egy másik, ez Tulare megyében található, ez 17400 hektárt pusztított el eddig. Még egyszer, ezek az érintett területek Kaliforniában. Mindeközben ez ugye Észak-Karolina és Tennessee, ahol szintén hasonló problémákkal küzdenek, és az ország középső részén Kansas, illetve Oklahoma határában szintén, de Arkansas és Missouri is hasonló problémákkal találta szembe magát. Washingtonban 33.382 hektár égett le a Columbia folyó mentén egy területen. Hogyha megnézzük, hogy mi a helyzet a földrengésekkel az Egyesült Államokban, akkor láthatjuk azt, hogy 48 volt az elmúlt 24 órában egy 4.1-es Soda Springs, ez Idaho-ban van, ami nincs messze a Yellowstone Parktól mellesleg, ahol ugye már nagyon régóta készítik fel a lakosságot a nagy földrengésre, az úgymond nagy földrengésre. 531 volt az elmúlt egy hétben, 20.581 földrengés volt az elmúlt 365 napban, 20.581. Mellesleg Soda Springsben folyamatosan, ugyanis 37 perccel ezelőtt is volt egy 2,7-es erősségű. Russia Today pedig arról számol be, hogy ez az 5,3-es erősségű földrengés, ami Soda Springsben volt, ez nincs messze, hogy mondtam, a Yellowstone szupervulkántól, mindössze 260 kilométerre van a Yellowstone Nemzeti Park bejáratától, ahol is ez a szupervulkán helyezkedik el a park alatt állítólag. Szombat óta 141 földrengés történt Soda Springs közelében, és erről az Idaho State Journal számol be. Ez a 141 földrengés, és fölkészülnek a 7-es erősségű pusztító földrengésre, legalábbis erre készítik fel a lakosságot, úgy tűnik. Azt mondja az egyik szakértő, akit megkérdeztek, hogy a földrengések azok nem újdonság Soda Springs közelében, azonban a 141 darab egy hét alatt az azért még nekik is sok. Tulajdonképpen már évek óta arról beszélnek, hogy semmi baj, nem kell félni attól, hogy ez a szupervulkán kitör, vagy ez az óriási földrengés megérkezik, amivel már fenyegetnek évek óta, ez lehetetlen, ez nem fog bekövetkezni. Akkor minek beszélnek róla? Pontosan tudják, hogy mi az, amit csinálnak, hiszen ez az egész ugyanolyan részét képezi a koreográfiának, mint az összes többi,
a hoaxok hosszú sorában. Ők tudják, hogy ezt ők létre tudják hozni, és meg is fogják tenni. A technológia rendelkezésükre áll, hogy hurikánokat felerősítsék és irányítsák ugyanúgy, ahogy a földrengéseket elő tudják állítani, vagy az egész klímát meg tudják változtatni, vagy ugyanúgy, ahogy beprogramozták az egész lakosságot a tévé segítségével, az oktatás, a politika, a tudomány, a média segítségével. Azt mondom valakinek, hogy ne gondolj egy piros elefántra, akkor kíváncsi vagyok, hogy hány ember nem képzelt el egy piros elefántot azonnal, ahogy kimondtam. Ugyanígy működik ez az egész. Egyfajtában azt mondják, hogy ez nem fog bekövetkezni, mint ahogy itt is. Nem, az Idaho-ban tapasztalható földrengések nem annak a jele, hogy a Yellowstone szupervulkán ki fog törni. Ha valaki rákeres erre, biztos talál 4 millió találatot erről, hogy biztos, hogy nem fog kitörni. Így készítik fel a lakosságot pszichésen arra, ami következik. Emellett ezek a képek, amiket most láttok, ez mind az Amerikai Egyesült Államokból van, és az elmúlt hét utcai tüntetései és összecsapásait mutatja be. Úgyhogy nem csak természeti katasztrófák, hanem társadalmi katasztrófák is fenyegetik az Amerikai Egyesült Államokat, ez pedig annak az oka, amilyen életmódot választottak, ugyanúgy, amerre az egész világ halad az ő vezetésükkel. Ugyanaz az erkölcstelen, ostoba magatartásforma jelenik meg az egész világon, ami kiindult ebből az országból. És hogyan terjesztették el a média és a szórakoztatóipar segítségével? Átalakították ezt a két dolgot, az pedig magával vonta azt, hogy átalakult a társadalomnak a gondolkodás módja. Hiszen az emberek követik egymást, utánozzák egymást, hiszen az a biztos, amit a legtöbb gondol, vagy legalábbis több ember gondol, így működik a társadalom, és a propaganda is így működik. A propaganda nem más, mint csoportok vezetésére alkalmas, manipulált üzenetek. Ez az, ami az oktatásból, a politikából, a médiából és a tudományból folyik. Ugyanúgy, ahogy a szórakoztatóiparból. Ez az, aminek a segítségével elérték azt, hogy a világ ilyen szintre süllyedt, mint ahol most vagyunk. Hogy az emberek nem csak, hogy nem értik a világot, hanem nem is érdekli őket. De még ha érdekelné, akkor sem lennének képesek befogadni, hiszen olyan mennyiségű propaganda áramlott már be a fejükbe, hogy gyakorlatilag kiszorít minden mást. Úgyhogy azoknak, akik még mindig azt kérdezgetik, hogy mi a megoldás, és miért nem arról van szó, elmondom még egyszer, századjára, hogy visszatérni ahhoz az úthoz, amit a Teremtő kijelölt számunkra az instrukcióival, azon az úton járni az embernek teljes szívéből, teljes erejéből, és aztán szépen megvárni, hogy ez a szemétdomb, amit az emberek valóságnak és világnak hívnak, elpusztítsa önmagát, és mindenki oda kerüljön, ahova a tettei és a cselekedetei alapján megérdemli. Tudom, hogy ez nem az a válasz, amit a legtöbb ember akar, de hogyha igazán elgondolkodik rajta mindenki, akkor be kell, hogy lássa, hogy más megoldás nem lehet. Ezt a világot nem fogja tudni megváltoztatni. Teljesen mindegy, hogy mennyi bohóc vonul az utcára pajzsokkal, meg akármikkel. Nincs jelentősége. Úgyis mindig több rendőr lesz az utcán. Még mindenhez hagyd tegyek hozzá egy újabb különlegességet és véletlen egybeesést. Ez pedig a Tűzgyűrűvel a Pacific Rim című filmmel kapcsolatos, ami 2013-ban jelent meg, és talán az egyik legnagyszerűbb szörnyfilm, vagy nem is tudom, minek hívják ezt, Idris Elba főszereplésével, illetve Guillermo del Toro rendezésében. A történet szerint 2003-ban a Csendes óceánon található portából különböző szörnyek törnek elő és pusztítják el az Amerikai Egyesült Államokat és az észak-amerikai kontinens nagy részét, melyeket kaijunak hívnak. Ezek a szörnyek, vagyis kaiju, ami japánul szörnyet jelent, különböző kategóriába sorolhatók 0-tól, illetve 1-től 5-ig, akár csak a hurrikánok, és fokozatosan erősödnek, ahogyan haladunk előre a film forgatókönyve szerint. Az emberiségnek természetesen össze kell fognia, hogy nekünk is a globális felmelegedés, a klímaváltozás, a háborúk, a vallási összetűzések és a többi miatt
Erre szólít fel a film, ugyanúgy a propaganda és a programozás része, mint minden más, ami Hollywoodból áramlik. Ezek ellen, a szörnyek ellen harcolnak az úgynevezett Jäger robotok, ami azt hiszem, hogy vadász jelent németül talán, és ezek azok, melyek felveszik a harcot ezekkel a szörnyekkel. Az emberiség ahogyan összefog, kimeríti az erőforrásait, és nem képes több jégert építeni, akkor elhatározzák, hogy építenek egy hatalmas falat a partvidéki területeken. Azonban ez a fal nem képes megállítani ezeket a szörnyeket, és az emberiség úgy tűnik, hogy elvesztette minden reményét. Azonban ez természetesen nem így van, hiszen hőseink egy atombomba segítségével bejutnak ebbe a portába, ami tulajdonképpen egy nyílás a Csendes óceán alján. Ebből láthatunk néhány képet, legyőzve 6-os, illetve 7-es kategóriájú szörnyeket, amelyek nem is voltak a skálában eredetileg, ugyanúgy, ahogy ugye 185 mérföld per óra sebességű hurrikán szél nem is volt eredetileg a skálában 150 fölötti az utolsó. De ezen kívül mindenféle más szimbolikát megfigyelhet az, aki akárcsak alapszinten ismeri ezeket, a villámlásoktól elkezdve a vízben való utazást ezen a csatornán keresztül, ami a születést ábrázolja, amíg be nem jutnak egészen a magjáig ennek az egész jelenségnek, ami történik. Majd megérkeznek egy természetesen hatszögű nyíláshoz, melyben egy hexagram, egy hatágú csillag látható, ezen keresztül fognak bejutni ebbe a belső kamrába. Ez ugye a kinyílásának a pillanata, ahol ugye rengeteg ilyen kaiju szörnyet találnak, és megtalálják az egész dolog irányítóját, ezt a, nem is tudom mi ez a dolog, de akinek ez nem egyértelmű, hogy mit szimbolizál, az annak még nagyon-nagyon sokat kell dolgozni azon, hogy megértse, hogy a világ valójában hogyan működik. A lényeg az egészben, hogy az üzenetek ott vannak végig mindenhol, ez ugye Oakland éppen, amit elpusztított egy ilyen szörny, és hogyha értjük azt, hogy hogyan üzennek nekünk, és hogy mi az, amit valójában csinálnak, mi az, amire képesek azok, akik ezt a világot uralják és irányítják, milyen technológiájuk van, mi a végcéljuk, akkor sokkal könnyebb eligazodni abban az álomvilágban, amit a legtöbben valóságnak hívnak. Remélem, hogy hasznosnak találtátok a videót, mindenkinek a legjobbakat, és halleluja!